Önkénteseit díjaztam a Cédrusnet, megköszönve a városért tett közösségi munkájukat, mintegy 60 önkéntes munkáját ismerték el. Az ünnepségen Engert Jakabné alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelte az önkéntesség az egymásra való odafigyelés fontosságát, hozzátette, a város vezetése számára is kiemelt feladat az idősödő és a nyugdíjas korosztály társadalmi szerepvállalása. 30 millió forint támogatást biztosít a város ahhoz, hogy ezt a Cédrusnet, mint szervezetet, Cédrusnet Kecskemét szervezetet fenntartsa, és gyakorlatilag az együttműködés, azt mondhatnám azt, hogy napi kapcsolatokban is megnyilvánul, hiszen számos alkalommal városi rendezvényeken részt vesznek. Molnár Szilárd, a Cédrusnet Kecskemét program szakmai vezetője szerint az önkénteskedés az idősödő korosztály kiemelt dimenziója. Mint mondta, a Cédrusnet önkéntesei idén 1400 órát, vagyis 180 munkanapot dolgoztak. Segítkeztek rendezvényeken, lelkileg segítettek másoknak, vagy a környezetrendezésben vállaltak feladatukat. Ez a korosztály észre tudja vetetni magát, hogy ők is a társadalom hasznos tagjai. Másrészt a társadalom is tud üzenni az ő számukra, hogy ilyen és ilyen társadalmilag hasznos tevékenységekben ők be tudnak kapcsolódni, és értékes munkát tudnak még végezni. Az 50 és 60 év felettiek a Cédrusnet által bekapcsolódhatnak például a város kulturális programjaiba, illetve egyéb munkaerőpiaci területeken is szerepet vállalhatnak. A program munkaadókkal, szakmai egyesületekkel, nyugdíjas klubokkal és civil szervezetekkel egy hálózatot alkotva segíti az idősebbeket, összefogja Kecskemét idősödő korosztályát. Az ünnepséget hagyományteremtő szándékkal szervezték meg, tervek szerint a Cédrusnet évente kiemeli az önkénteseit, akik az idősügy területén vállalnak feladatot.